Köszöntöm Önöket, ez az Esti Mérleg. Idén is színes programokkal készült Városunk a Magyar Költészet napja alkalmából. Hallgathattunk, láthattunk és posztolhattunk is verseket, például a Főutcán szerda délelőttől egészen az esti órákig. Többek között ezzel foglalkozunk a mai Esti Mérlegben, tartsanak velünk! Versekkel telt meg a főutca, kicsik és nagyok egyaránt üzenhettek a városlakóknak írásaikkal, posztjaikkal, középpontba kerültek a kedvenc költemények, valaki a sajátját szavalta. Felkelek, magamra veszem kitérdett létingem, az ébredő hajnallal mosolyt rajzoltatok ajkaimra, kisimítom szememből fájdalom kócolt a hajam, és a felém rohanó őszi széllel szilánkokra zúzatom a lelkembe térdelt hitszegő ígéretek fájdalomnyomait, és szívemre sűrű fájtlat pérseltetek csalfa reményekből. Ez nagyon csodálatos volt. Miért tartott fontosnak, hogy akár a saját költeményeddel is megajándékozz bennünket, a fehérváriakat és a járókelőket? Hát én úgy gondolom, hogy az irodalomnak, annak a... mindenkihez el kéne jutnia. Nagyon, nagyon sok mindent tud adni az embernek. Akár jót is, akár akkor is, amikor bánatos, én leginkább akkor használom, és szerintem a legtöbben akkor használják, amikor bánatosak, hogy az irodalomhoz fordulnak, de jót is tud adni. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét egyképpen csak talán, és csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A szervezők már kora délelőtt óta várták a verseket, gondolatokat, posztokat az igézőben. Már vártak itt bennünket azok, akik évek óta posztolnak, és úgy gondoltuk, hogy ebbe az évben egy kicsit még fölpörgetjük, mert többen jelezték, hogy sajnos nem tudnak eljönni. Na most a vers szeretésének és posztolásának sohasem lehet akadálya, így aztán bevállaltuk, hogy kinyomtatjuk a kért verseket. Most folyamatosan jönnek az e-mailre és a Facebookos oldalunkra a versek, és van, aki kér arról fotót, hogy valóban posztoltuk. Hát nagy az öröm, megmondom őszintén. A belváros szíve tehát lelkes vers szeretőkkel telt meg április 11-én. Az igéző ebben az évben is csatlakozott az országos posztolj verset az utcára akcióhoz, és rímre hívta a fehérváriakat. A szervezők szerint NMS kezdeményezés segít a vers szeretetének megtartásában, az elfelejtett versek és saját költemények bemutatásában. A magyar nemzet számára nyelvében él a nemzet, nagyon fontos ünnep a költészet napja, József Attila születésnapja, és hát miután mi egy kulturális egyesület vagyunk, így feladatunknak tekintjük azt is, hogy attraktívan szervezzük meg ezeket a számunkra, és szerintem a magyar emberek számára is fontos ünnepeket, és ez egy olyan könnyed és fiatalos rendezvény, nekem kezdetektől fogva nagyon tetszett. Molnár Éva több éve él már Székesfehérváron, a posztolj verset az utcára akciót pedig szívügyének tekinti, nem véletlen. 5 éve élek Székesfehérváron, és úgy döntöttem, hogy Balaskó Jenő szellemi hagyatékának tulajdonosaként ide szeretném hozni a teljes kézirat halmazt, és erre kaptam egy biztatást is, biztató ígéretet. Turci István, aki már foglalkozott Balaskó hagyatékkal, és a Parnasszus című folyóiratban meg is jelentetett egy 40 oldalas visszaemlékezést, ő jelezte, hogy a halálának 10 éves évfordulójára szeretne egy retrospektív kiadványt kiadni, és miután az a tervem, hogy Székesfehérvárra hozom a teljes hagyatékot, ezért Bakonyi István irodalomtörténész urat kértük föl a kötet szerkesztésére. Ő el is vállalta örömmel, és akkor ezentúl jött a következő kérés, hogy akkor valamilyen helyiséget biztosítani, és kutathatóvá tenni a Balaskó hagyatékot. A posztolj verset az utcára megmozdulás egy világra szóló költészeti akció a Magyar Költészet napján, József Attila születésnapján, április 11-én. És az előző évhez hasonlóan idén is sokan hozták el kedvenc verseiket, üzembe ezzel a fehérváriaknak, szeretteiknek, ismerőseiknek. Bocca virágból, hullik.
hullik a sárga virágpor. A költészet napjához csatlakozott a Munkácsy Mihály általános iskola is, míg az alsósok a József Attila szobornál gyűltek össze verseket mondani, addig a felsősök az iskola torna termében rendhagyó irodalomórát tartottak Somos Ákos sportújságíró és fia Somos Máté egykori diák közreműködésével. Idén a költészet napján nem csak József Attilára emlékeztek, hanem más nagy költőkre is, mint például Nemes Nagy Ágnesre. Most már sokadik éve hagyományiskolánkban, hogy a költészet, a magyar költészet napját közös versünneppel ünnepli meg iskolánk alsó tagozata, amikor minden osztály egy-egy kedvenc verssel, és idén Nemes Nagy Ágnes verseiből válogattunk, készülnek fel erre az alkalomra. Kezdetben a tornaterembe jöttünk össze, ott tartottuk ezeket a kis közös ünnepségeket, és úgy gondoltuk, hát megmondom őszintén, most már nem tudom hanyadik éve, hogy inkább kimozdulunk egy kicsit, és megpróbáljuk a városnak a nézőközönségét, illetve a szülőket is bevonni ebbe a kis rendezvénybe, és úgy látjuk, hogy nagy sikere van, egyre többen jönnek ki és hallgatnak meg bennünket. Idén miért Nemes Nagy Ágnes versei kerültek középpontba? Általában igyekszünk mindig valamiféle ünnepkörhöz válogatni verseket, ez most nem így történt, de a Nemes Nagy Ágnes verseket nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, minden egyes osztály elsőtől negyedik évfolyamig valamely kedves kis versetananyag is, és nagyon-nagyon közel áll a gyerekekhez, illetve a tanítóknak, meg a felnőttek szívéhez is, vagy a lelket melengető, nagyon kedves soraival, vagy a játékosságával, a humorával, és most így esett ebben az évben erre a választás. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben a nagyon felgyorsult, meg mindenféle okos technikai eszközökkel körülvett világban még közelebb hozzuk a gyerekekhez az irodalmat, a költészetet, a meséket, az élő szóval elmondott mesemondást vagy meseolvasást, a könyveknek a szeretetét, a könyvtár használatot, az olvasás örömét, és hát ennek egy pici láncszeme, hogy ezt a programot így beleillesztettük a mi iskolai történetünkbe. Somos Ákos és fia balladákkal, versekkel örvendeztették meg az iskola tanulóit. Máté egyik kedvencét Thomas Mann hozta az iskolába. Ezt a verset már több városi rendezvényen is előadta. Többek között az idei versünnepen is szerepel. Mint mondja, jól halad a felkészülésben. Felkészüléssel úgy gondolom, hogy jól állunk. A Matúz János a mentorom, és nagyon-nagyon sokat segít, illetve mások is elmondják a véleményeket, és segítenek nekem a felkészülésben. Karinti Frigyes egyik versével fogok idénre készülni. Én bizakodom, bár az elődöntőből ítélve nagyon-nagyon erős mezőnyünk van. Az iskolában a diákok egész napja a versekről szólt, a megemlékezés mellett flashmobbal is készültek a szervezők. A versek szerelmesei pedig a 9. fehérvári versünnep döntőjére készülődnek, amely április 21-én 10 órakor a Városháza dísztermében lesz. Minden érdeklődött szeretettel várnak a szervezők. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, de ne kapcsoljanak el sehová, tartsanak velünk továbbra is, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!